A szkleroderma autoimmun betegségre igyekezett felhívni a figyelmet egy elszánt csapat szombaton. A résztvevők délelőtt a vasútállomástól sétáltak a Rákóczi utcán át a Szifra palotáig, az egyik szervező Levicki Ciril vezetésével. A szkleroderma világnapját minden év június 29-én ünneplik, szimbóluma a napraforgó, amely a nap felé fordul, hogy virágozzon, elismerve a szklerodermával élők bátorságát, és követelve az egységes kezelést és gondozási tevékenységet a közösség számára Európában és világszerte. A szkleroderma egy autoimmun betegség, melynek során a kötőszöveti sejtek tulajdonképpen megfojtják kollagénnel a környező szöveteket. Ennek következtében az érintett területen a bőr megkeményedhet, és az új merevé válhat. Magyarországon mintegy 2000 szklerodermás beteg van, akik közül csak minden második érintett van diagnosztizálva. A megmozdulásra az ország minden pontjáról érkeztek a szklerodermás betegek, vagy őket képviselő személyek. A séta után kerekasztal beszélgetésre is sor került a megyeházán többek között dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke, valamint Engert Jakabné alpolgármester részvételével.